2002-ben hozta létre 4 nagyvállalat a Humán Erőforrás Alapítványt, azzal a céllal, hogy az ügyfélszolgálati call center-es szakmát, szakmarendszert fejlessze. Magyarországon az számít szakmának, aminek van egy államilag elismert képzési rendszere. Az OK-i középfoktól a diplomás képzésig. Mondhatjuk azt, hogy 6 év alatt ezt a munkát elvégeztük, hiszen iskolarendszerben, szakképzőkben, felnőtt képzőkben, sőt a Budapesti Corvinus Egyetemen diplomás képzés keretében folyik a call center-es ügyfélkapcsolati szakképzés. Nagyon fontos feladatunk volt, hogy a szakma fejlesztésére olyan találkozókat, rendezvényeket generáljunk, ahol a legjobb gyakorlatuk, a konszenzusalkotás, az innováció, a fejlesztés helyett teret kapjon. 8 éve működtetjük a call center klubunkat, minden évben februárban megrendezzük a partnering konferenciát, ami 3 nap alatt 50-60 előadás egy-egy alkalommal, és tulajdonképpen 8 évnyi munka vezetett el odáig, hogy azt mondjuk, hogy Birmingham és Berlin után Európában 3. helyen létrehozzuk, megteremtsük a call center-es szakma legnagyszerűbb, legnagyszabásúbb rendezvényét, a Call Center Expo-t, a Nemzetközi Call Center Expo-t, ahova várjuk mindazokat, akik ehhez a szakmához kötődnek, akár emberi erőforrás oldalról, akár technológiai legjobb gyakorlatok oldaláról, akár másoknak kínálnak call center szolgáltatásokat, és hát természetesen mindazokat, akik ebben a szakmában működtetnek, ügyfélszolgálatokat, call centereket vezetnek.